Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy nosztalgiázzunk együtt Horváth Gyöngyivel, Berentei Péterrel és Péter Évával a régi idők bárvilágában. Üdvözöllek, Gyöngyikém! Mivel kezded műsorodat? Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket és a drága Pétert, aki a mi bárvilágunk részese volt, hiszen együtt jártunk a lokálunkba éjszakánként, és beszélni tudunk arról a csodálatos régi bárvilágról. Én a Szélmalom című gyönyörű szép filmzenét hoztam az Óza Csodák csodájából, és a Szivárvány dalt az Óz a Csodák csodájából, bocsánat, összekevertem egy picit. Édes,
körbe, forog fáradt tengelyén, áttör legszebb álmodon, mint egy régi szélmaló. Szobár mélyén néhány fénykép, néhány csöndbe süppet szó, épp így őrzi nyári fényét, nyári titkaitató, mint egy színpad, mint egy díszlet, mint egy régi-régi dal, mint egy gyermek, akit visznek, hogyha menni nem akar, mint egy labda, ami repül, szállt a játszótéren át, mint a könnyek, miket sírnak, kint a lombjuk veszett fát, mint az álmok, miket sorba megölelhervaszt a té, mint egy lábnyom kinn a porban, amit elsöpör a szél, s mint egy kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll, így az ember tipet topog, örök útvesztőben jár. Ezen elgondolkozom, és a szívem fáj nagyon, mint egy fáradt szélmalom. Gyönyörű volt, Gyöngyikém. Nagyon szép volt. Hát elmesélnék egy sztorit, amiről te nem tudsz. Péterrel kapcsolatos. 30 évvel ezelőtt Kovács Magdi tanárnőhöz mentem, mert készültünk egy turnéra. Eredetileg nem ő volt a tanárnőm, csak gyakoroltunk, és Péter aranyos kisfiúként, mint telefonmechanikus dolgozott nála. És odasúgtam a Magdinak, hogy fú, milyen helyes ez a fiú. Mondom, ki ez? És akkor ő elmondta, hogy miért van ott. És úgy viccből mondom a Péternek, hogy erre komolyan éreztem, hogy nincs kedved velem egy duettet énekelni, szegény Péter azt se tudta, hogy mi van, és mondom a Magdinak, hogy légy szíves, foglalkozzál vele, hát ha sikerül valamit kihozni. És én eljöttem tőle, és megtörtént a csoda, 2 év múlva Péterrel közös műsorba tudtam szerepelni. Ez nagyon régen volt, természetesen utána, még sokszor dolgoztunk együtt, de elég régen láttalak, Péter, és nagyon örülök, hogy ismét látlak. Szebb vagy, mint újkorodban, pedig akkor is gyönyörű voltál. Konzervált a színpad. Ezek szerintem, mint valószínű. Én nagyon szeretem a múltbeli dolgokat, mert gyakorlatilag az ember akkor szedte magát össze sikerekben, akkor tanult mindent a múltnak köszönhetek gyakorlatilag. Igen. Nem én vagyok egyedül, de én viszont nem felejtem el. És mi akkor nem kimondottan a karrierért, hanem nagyon szerettünk énekelni, szerettünk utazni, szerettük egymást, segítettük egymást, ami ezek közül egyik dolog sem jellemző már a mai világban. Igen, folytasd. Pontosan rengeteg hely volt, és akkor a munkahelyemet már ott kellett hagyni, a postán voltam telefonműszerész, ez a szakmám, mechanika és elektroműszerész, de annyira sok volt, hogy nem tudtam teljesíteni 100%. Éjszakával nem tudtál. Pontosan, mert ugye akkor volt a Savoy bár, talán emlékeznek a budapestiek, a Savoy a mai oktogonnál van, most már hamburgeres, ha jól tudom, de még mindig van a helyiség, és az egy óri műsor volt. És én ott éjfélkor voltam, azt hiszem éjjel egykor a Volgaszállóban voltam, ott is találkoztunk a Gyöngyivel, és pendlizett az ember, ezt így mondták. Mindenütt teltház volt, azt hozzá kell tennem, és szerintem ma is az lenne, nem mindig azt szokták mondani, nincs rá igény, nem igaz. Lenne igény. Van rá igény, csak mások a viszonyok. És most mit hallunk tőled? Én 30 év alatt, ugye 84-ben kaptam működési engedélyt az Oriba. 30 éve vagyok a színpadon, és én mindig reménykedtem. A mai napig ez a pozitív gondolkodás van. Így van, a remény hal meg utoljára. Nem reménykednénk, most sem lennénk itt. Ha pozitívan gondolkodsz, akkor pozitív, jó érzés jön vissza, jók. Aldoboy Nagy György és Gédénesi György írt egy nagyon szép dalt, egy chansont, hogy utána menjek a sorba, bár nem tudom, hogy föl tudok-e zárkozni, mert csak csodálkozni tudok a mai napig, olyan szépen lenyűgöző volt a produkciót. Ehhez kapcsolatban egy gyönyörű sanzon, a remény. Rendben, hallgass. Az én műfajom a remény. Mennyi csalódás, mennyi eskü, mennyi vár, és mennyi átok. Ennyi hát egy férfi élet. Mennyi öröm és mennyi bánat.
hideg magány és üres ágyak. Mondd, hogy érez egyszer véget. Mennyi szó és mennyi csend, mennyi fent és mennyi lent, egy futamban sem vagyok az első. Lesz-e még, ki erre jár? Lesz-e még, ki megtalál? Akkor minden, minden újra kezdhető. Menj tovább, végig az úton, várj egy új találkozás, nyitva áll mindig egy ajtó, és újra ég az a régi láz. Menj, tudod, az élet mindig újra hív. Ne add fel soha álmod, meg ne öld. Szállj, repülj, repülj, repülj. Ne lásd meg többé, ami összetört. Menj tovább, végig az úton, vár egy új találkozás. Hinni kell, magadban hinni, és újra ég majd az a régi láz. Menj tovább, végig az úton, gyűlölj, szeress, de menj tovább. Gyönyörű volt. Hát Péter, ez a csodálatos dolog, hogy nem akarom kritizálni a mai énekeseket, de a mai énekeseken egyetlen egy könycsepp jött a szemembe, és most ahogy elnézem a Gyöngyit is, meg magamat is. Sírunk. Sírunk. De nem azért van a műsor, hogy sírjunk. Következzen egy, még meghatom. Tudom. Hát igen, mindenkinek van egy édesanyja, vagy él, vagy már nem. Mindenkinek küldöm ezt a nagyon szép dalt. Minden édesanyjának, Tillinger Attila és Tölgyes Csaba írta nekünk ezt a szép dalt. Mama, mondj még egy mesét, cím. Úgy, mint régen, úgy hiányzik nekem.
messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet. Maradj örökké velem, míg élek. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen. Úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet. Maradj örökké velem, míg élek. Köszönjük szépen! Gyönyörű volt. Megható, gyönyörű. Elég szomorú, hogy sajnos kollégák közt is, és főleg a szeretett szüleink is már fönt vannak a mennybe, és nem akarom elkeseredéssel folytatni a műsorunkat, de a drága Hoffmann Ödön tanár úr, nem tudom, hogy neked mond-e valamit. A Gyöngy, azt tudom, hogy ő is járt hozzá, de a én szakmának tulajdonképpen a 80-90%-a hozzájárt. Körepetálása, és emlékszem rá, hogy 16 éves voltam tegnap előtt, és ő nála tanultam ezt a dalt, amit most fogok énekelni első számként, és ezt énekeltem közönség előtt, és második számként pedig az Apostol együttestől fogok egy dalt énekelni, mert velük turnéztam a Szovjetunióba, és nagyon jól sikerült, és emlékezetes volt számomra az a turné. Régi emlék Dunaparti ház.
parti ház. A szívem, eladom, hogyha kell te neked. Eladó, kiadó most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Eladó, kiadó most a szívem, de nem lakik benne rég senki sem. Tessék, vedd, átadom olcsón neked, és hozzá kaphatsz egy életet. Csend lakik most benne, úgy kell már egy új lakó, mert a régi elhitte, hogy ennél több kapható, azt üzente visszajönne, hogyha ez még lakható, de neki ez már soha többé nem lesz kiadó. Eladó, kiadó most a szívem, eladom, hogyha kell te neked. Eladó, kiadó most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Rég a csend lakik most benne, úgy kell már egy új lakó, mert a régi elhitte, hogy ennél több kapható, már soha többé nem lesz kiadó. Eladó, kiadó most a szívem, eladom, hogyha kell te neked. Eladó, kiadó most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Eladó, kiadó most a szívem, eladom, hogyha kell te neked. Eladó, kiadó most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Eladó, kiadó most a szívem, eladom, hogyha kell te neked. Eladó, kiadó most a szívem, most egy jó szóért megveheted. Drágáim, az előbb tartottunk a bárvilágnál, és emlékszem, hogy mi hárman dolgoztunk az Astoriába, a Fortunába, hol még Gyöngyikém, azt hiszem a Hallóbárba, és ugye a Békébe, rengeteg helyen, hát nem tudom, Telefonbár, hogy... Telefonbár, 92-ig ment az Astoria. Nem tudom, Péter, hogy tudod-e, hogy a körúton 64 bár volt a mi időnkben. Teltházzal. Bizony. Én emlékszem, a Tavaszbárba is énekeltem, és az a Pesti újságnak, valamelyik Pesti műsornak, nem tudom, a hátlapján volt, és mindig a Tavaszbárnak az ott fellépő előadó. Nagyon nehéz volt oda bekerülni, mint előadó is, de mint vendég is, mert két-három nappal előtte telefonálni kellett ahhoz, hogy lefoglaljad a széket, ahol ülsz. Így volt. Mert teltház volt. Ilyen, olyan, mint egy színház, tehát gyakorlatilag az egész éjszakai élet pesgő volt, olyan, mint hát ma, mint a színházakba, de ott akkor a színház is tele volt, és az éjszakai élet igen. is. Aki a színházi műsor után este 10-kor lejött a Vig Színházból, beült a Nirvánába, igen. vagy a Vig Matrózba, vagy Berlinbe. A Tavaszbárba, Keringőbe, most végigmondhatom sajnos, mert nincsenek ezek a szavak már. Igen. Sajnos szabadba vártam. Lenne igény rá. Igen, és az a baj, hogy régen csak egy televízió volt, hogyha ez akkor lett volna annyi televízió, mint amennyi most van, igen. akkor most a mai igen, fiatalok igen. is látnák, meggyőződni, hogy mi miről beszélünk, mert az egy dolog, hogy most ezt elmondjuk, mi benne éltünk, tehát tudjuk, hogy miről van szó, de a mai fiatal az legfeljebb azt mondja, pláne egy mai ilyen X-faktoros, hogy
Igen. Jól beszélsz, de gyakorlatilag nem csak a televíziókra kell haragudni meg a médiára, hanem a legnagyobb szó az internet. Az internet az otthon ülővé tette az embereket, sajnos. Virtuálisan kiélik magukat, akár színház, vagy szórakozás, vagy bocsánat, szex, de megismerkedés. Hát csak úgy, azért mondom ezt, mert voltak öt órai teják, és ott nem volt Facebook, meg, vagy bocsánat, most elkimondom, hanem ez az egyetlen, hanem elmentek egy öt órai tájra, és ismerkedtek. És tudtak élőbe ismerkedtek, nem csettelek, és akkor igen. Megnézem a legszebb fényképet oda rakja magáról, és utána, ha találkozom másik, vele, azt hiszem, hogy a nagymamát küldte el. Így van, hát, igen. De ilyen gyakorlatilag tönkretette az internet. Nagyon sok jót tudok belőle mondani, mert nagyon sokat lehet tanulni belőle, de bizony otthon ülővé tette az embereket. Mondjuk a fiatalokat nem, csak tudod, az az igazság, hogy a fiatalok a diszkók előtt az utcán vannak, ott élik ki az életüket, mert nem teszik nekik a diszkógyűjt, aztán kijönnek. Ezeket a dalokat, ha véletlenül meghallják a fiatalok, és olyan helyre megyünk étterembe, vagy mit tudom én, egy ilyen vidéki rendezvényre, és betévednek bizony fiatalok, és nekik, így nézik, így van, hogy ilyen létezik. Tudnék a rádiókban nem hallani ilyeneket. Igen. Nem hallani, pláne magyarul nem hallani énekelni. És ezek hát őknek is ki kell nyitni a szívüket, az övékeit, és hát a képzene mit nyit ki? Nem véletlen, hogy a Gyöngyi sírt, amikor énekeltél, meg én is. Mert az életről szól, ez egy színház. Tehát amikor megkaptuk a működési engedélyt, akkor előadó művész, táncdalénekes. A kettő nem elválasztandó. Tudnélik, rengetegen tudnak énekelni szépen, látsz a tehetségkutató versenyeket, de nem hiszem el. Tehát a képernyőről Isten nyugosztalja Bágya Andrást, meg Dobsát, meg a Magyar Rádióban a legkiválóbb szakembereket. Én a 8-as stúdiót elvégeztem kétszer, mert illetve hát elsőre nem vettek föl, másodikra felvettek. Aztán ott is találtak, televízió, úgy emlékszem, de arra nem esetleg. Igen, akkor a rádió felvétel csak úgy lehetett egy előadónak, hogy elvégzi a 8-as tánzenei stúdiót. Pontosan, tánzenei stúdiót másképp nem ment. És nem volt könnyű, mert ők nem az üvegfalon keresztül így néztek az arcomat, nem, direkt elvonultak, és a hangszórót hallgatták, hogy átjön-e az, amiről beszélsz. Igen. És ha majd átjön, akkor gyere vissza. Hát csak úgy lehet bekerülni, másképp. És nagyon aranyba foglalom például Bolba Tamás, nagy szakemberek, Bolba Lajosnak a nevét, mert azt mondta, hogy igenis, ez egy nagyon fontos dolog a rádióban, egy televíziót kell alkotni, sokkal nehezebb énekelni. Igen. Ma erről nem beszélnek a tehetségkutatók. Még fogunk beszélgetni. Mit énekez Rága Gyöngyikém? Reggelig tudnánk beszélgetni, annyi előtt van. Michel Legrand egyik gyönyörű számára írt nekem Ligetéva egy nagyon szép szöveget, amit te is nagyon szeretsz, a himnusz a színpadhoz, és utána még... Ez egy meglepetés lesz, és küldöm majd rá fog jönni, hogy kinek küldöm. Nagyon sok szeretettel azt a meglepetést. Parancsolja. Köszönöm szépen. Semmi más, ez nékem az ébren álmodás.
Ha itt állok és dalolok, nem érzem, hogy a föld forog, csak azt tudom, játszani kell, mert ez lett már az én hitem, s az égig érő színpadon velem ragyognak csillagok, a csillagok közt oly boldog vagyok. Ha egyszer kialszik a fény, számomra is véget ér, nincs kivétel senkivel, majd új szeretőt keresel, de addig kérlek Istenem, hogy játszam én is elhiszem, sírjuk tartó e nagy szerelem. Vagy mi? La 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 la.
nagyon szép volt. Színházat alkott, fantasztikus. Így van. Elfeledtük a múltat, és itt... Mert visszamentünk, és ott vagyunk. Igen. Mert van miről beszélnünk. Igen, de tudod, nem milyen furcsa, hogy azt se tudják, hogy egy énekesnő az egy hivatás. Megkérdezik, hogy mit csinálok? Mondom, hogy énekesnő vagyok, de hát mit csinálok? Mondom, hát énekesnő vagyok. Igen, ez nem egy munka, ez egy ez hivatás. Hát de igen, de fogalmuk nincs, tehát mert privatizáltak lettünk, mert utcáról mennek be az emberek. Igen. Hát nekünk előadom, mondom, hát több diplománk van, mert minden műfajban le kell vizsgázni, tudod, igen, nagyon jó. De mi az, hogy nem tudják azt, hogy mit jelent az, hogy előadom őszintén működés, engedés és énekesnek lenni? Hát igen, ez azért egy... Mert a másodállást csináltak az éneklésből. Egy szerencsénk van, hogy még mindig van egy ilyen Budapest Televízió. Hát igen. Igen. És egyetlen, van, mondhatni van egy egyetlen. Ember, ezt igen. Szereti, igen. És az igen. Egy rendező múlik. Igen. Igen. És ezt nagyon és köszönjük ezt a neki, küldtem ezt hogy, hogy én ezt észrevettem, hogy azért néztem rá. Szeretés, pontosan. És még mindig minket hív, és mindig ezt a műfajt szereti, igen. Mert tudja, hogy jót tesz az embereknek. Hát igen. Hát ő is benne jött az éjszakákba, tehát ő is ezeket a dolgokat átélt, amit mi. És nem véletlen, hogy megtalált minket, mert tudja, hogy mi úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy ez még mindig van egy lehetőség. Igen, és én 10 évig voltam itt, ugye a Sanzon Podiumot csináltam, meg az Elhúzok a nótája, a roma műsort, érted? Hát ezek értékes dolgok, mert hát mi nagyon sok ötletet adtunk, mert tudod mi, amikor elindult a Sanzon Podium, mindenki azt nézte, mert akkor Daridó se volt, meg Lanci, senki nem volt. Csak a mi műsorunk. És heti 5 alkalomkor ment le a műsor, mindenki ezt, hiszen minden kollega archiválták, és minden, igen, érted? Igen. Jó, ezt szívvel, lélekkel is kell csinálni, nem csak a pénzről, persze pénzről beszélünk, mert mi fogyasztói társadalomban élünk, és mi régen is pénzből de éltünk, de nem neki, beszéltünk róla. Ha nincs neki érzelme, lelke, akkor ő nem tud a kamera mögé állni, és akkor... nem tud mit rendezni. Igen, és sajnos az a baj, hogy a mai daloknak a többsége, én mondhatni azt, hogy ilyen esztámos dolog. Tudsz tűzleni, és nincs is sláger. Hogy van sláger? Nem tudom. Mindig a régiekből merítgettünk, úgy, mint most, amit fogok énekelni. A régi dalok egyéniségek voltak magák, a darok is, az előadók is egyéniségek voltak, és ma egy egységmára ne feledd, szabad, a régi rendszerben azért mindent nem lehetett elmondani, nem. A dalok viszont beleburkolták azokat, igen, a szavakat. Volt egy ilyen, hogy Sanzon bizottság, ajaj. És nem minden dal kerülhetett médiába. És bizony. A dalok azért tükrözték azt, hogy mit nem szabad elmondani, de a dalba bele tudták szőni. Ma mindent ki lehet mondani trágár szavakkal, és már nincs értelme, nincs olyan dalokat. Értelme. Meg a gagyi, az folyik. Igen. Drága Péter, mit hallunk tőle? Hát ezt a Tessék választanira énekeltem, Paprita Bodnár Attila alkotta a dalt annak idején 89-ben, még akkor a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar kísér dobsájékkal is ez a dal akkor született. A másik pedig Munkácsi Sándor, Nem kérek mást, Radány Iván szövegével. A hazafelét, ezt állandóan énekeltem hazafelé, amikor Kubából jöttem haza, mert az Inter koncert annak idején nemzetközi fesztivált, Szocialista Tánzzal fesztivált rendezett. Én hazánkat képviseltem 88-ba Mongóliába, Ulánbátorba, mongolul énekeltem. Harmadik díjat kaptam, közönségdíjat, és utána Kubába küldtek el. 3 hetes fesztivál volt. Ott spanyolul, és egy magyar dalt kellett énekelnem ezt a hazafelét. Egy szerencsém van, és akkor nem ültem volna itt, ha arra a gépre szálltam volna föl, ami a 3. hét után a megváltott jegyemmel lezuhant nélkülem. Hú. Mert egy nappal kitolták a fesztivált, azért, mert a Fidel Castro beszélt. Fesztiválnak köszönheted az életedet, óriási. Fidel Castronak, mert gyakorlatilag átvitt értelembe az ő televíziós esti produkciói miatt elmaradt a mi műsorunk, és azt mondták, semmi baj, holnap megtartjuk. Fantasztikus. Ez volt a szerencsém. Berlinbe igen. Az a gép 150 emberrel. Hazafelé, 120-szal. Parancsolj! Lehet, hogy véget ért egy színes nyár.
út. Hazafelé a kéred, mi 120-szal futunk. Hazafelé nekünk segít a négy kerék, repül a gép, forra fér. Hazafelé úgy érzem, rövidebb az út. Hazafelé a kéred, mi 120-szal futunk. Hazafelé nekünk segít a négy kerék, repül a gép, forra fér. Ha otthonodba érsz, minden érzet kezet nyújt feléd. Itt ilyen, amit érsz, neked ragyog a napsütés. Mindenütt jó, de legjobb otthon, hidd el már. Te is én is tudom, hogy minden téged vár. Hazafelé úgy érzem, rövidebb az út. Hazafelé a kéred, mi 120-szal futunk. Hazafelé nekünk segít a négy kerék, repül a gép, forra fér. Hazafelé úgy érzem, rövidebb az út. Hazafelé a kéred, mi 120-szal futunk. Hazafelé nekünk segít a négy kerék, repül a gép, forra fér. Köszönöm,
volt, nagyon szép volt. Ez a reménykedés volt. Igen, és az a csodálatos, nagyon szeretlek titeket hallgatni, régen is szerettelek, mikor mi együtt dolgoztunk, és nagyon jó előadók is vagytok, és a másik, hogy minden dalnak megvan a maga hangulata, megvan a maga mondani valója, amit csak véletlenül sem hasonlít pontosan egyik dal a másikhoz, és ez a jó pontosan benne. Ezért na, most hogy folytatjuk ezeket. Így van. Tudod, én... hogy ez nagyon jó ez a dal, ez az ölelés, mert az ölelés a legszebb ajándék, minden méretre jó. A szeretetre gondolsz. Így az van, ölelés. Pontosan. Így van, az így szeretet. Van, így hát van. Nem gyönyörű? Hát bele, az egész világot meg tudjuk ölelni. Így hát van, ez a dal van, milyen? Hát egy van, nagy ölelés. Így van. És milyen csodálatos a természet, és semmit nem vesznek észre ma már az emberek, csak mennek, pedig minden napnak megvan a hangulata, reggelnek, vagy a szépsége. Elmondhatok egy természet mondd verset, ami kicsit megtörje ezt az előadást, vagy igen adást. Mondd, nyugodtan. Én nagyon szeretem a természetet, te a kirándulást, a bolygónkat, remélem, hogy meg tudják menteni, és ez a vers minden ember szívéhez, és aki eldobja szemetet, ahhoz is szól. Pontosan. Ó csodás természet, mi lenyűgöz szépséged, hegyek, völgyek, sziklák, csobogó patakok, emberi kéz ilyet sosem alkothatott. Mit álmodni nem lehet, azt megalkotta a természet. Vigyázz rá, és óvd, hogy örökké ilyen legyen. Hirdesse messzi földön, ez mind-mind nékünk született. Jaj, csodálatos nekünk. Így van. De az a jó, hogy még vagyunk egy jó páran, akik értékeljük ezeket a csodákat. Vallástól függetlenül. De mi mind a hárman hiszünk Istenbe, tehát nekünk nem nehéz ezeket a dolgokat felfogni, átélni. Képzeljétek el, dolgoztam Németországban, és kint volt velem az édesanyám. És ott hallottunk egy dalt, ami nagyon megtetszett nekünk, és Magyarországon, amikor hazajöttem, Cserháti Zsuzsával volt a dal hallható, az édes kisfiam. De én azt nem tudtam, hogy ezt erre fognak írni szöveget, és sejtettem, akkor még nem tudtam, és én kint írtam egy szöveget az édesanyámnak, és most azt szeretném előadni, mert úgy érzem, hogy nagyon sok minden történik velünk, nagyon sok mindent átélünk, de két dolog az, ami örök marad minden ember életében, az édesanya és a szerelem. Ez a kettő, ami végigkíséri az életünket. Virág nyíljon, amerre jár.
neked. Én találkoztam veled 89-ben, a Bástya étteremben szilvesztereztünk, és ott hakniztál te is, én is több helyen, és ott összefutottunk. Szeretném tőled megkérdezni, hogy mikor kezdted abba hagyni a báréneklést, és mikor kerültél a hakni világba?
együtt csináltam mind a kettőt. Ezt nagyon nem szerették a Magyar Rádióban, tudnék, egy éjszakai élet, egy éjszakai bárba, ugye tudjuk, hogy teljesen mást várnak el tőlünk, és mást várnak el a rádió mellett is ülők. A kettő nem összemosható. Életszaga van a bár éneklésnek. Máshogy kell dolgozni egy éjszakai bárba, és máshogy egy magyar rádióba. Teljesen mások az elvárások. Ott nem lehet azért úgy flazírozgatni a rádió felvételen, mint ahogy megengedhettük magunknak, ugye élőben énekeltünk, mindig ezt el kell mondani nézőknek, akkor még nem volt ez a CD, meg... Nem is ismertük. Nem, igen. Mindig élő zenekarral dolgoztunk, és az adott szituációban a nézőnek, az ott ülőnek kellett mosolyogni, beszélni, megénekeltetni. Ezt egy rádiófelvételen nem tudja az ember produkálni. Egy éjszakai bárban igen. 92-ben, mint kérdeztél, az Astoria bárban 10 hónapon keresztül énekeltem. Az volt az utolsó éjszakai báréneklésem. Egyébként Sopronban is énekeltem, Szombathelyen, Nagykanizsán. Centrálba? Szegeden, igen. De jó, Szegeden hogy. Csodálatos. Szegeden a Hungária. Meg a Jégkunyhó. Igen, Nagykanizsán a Centrálba, a Claudiusban, Szombathelyen, Sopronban, a Lővérben, ezek már mind sajnos meg. Igen, a Lővér. Csodálatos volt a Lővér. Minden évben, és még egy. Az, hogy külföldiek tömkelege volt az éjszakai helyen, és én nagyon keveset tanultam meg angolul énekelni. Én mindig ragaszkodtam például egy Mariehoz, hogy magyarul énekeljem. Nem azért jön egy külföldi, hogy most kritizálja az angol tudásomat. Én inkább maradtam a magyarnál, és azt mondták az ottani tulajdonos, ameddig tapsolnak, addig visszajöhetsz minden évbe, bár magyarul énekelsz, és az voltak az elvárások, hogy angolul. Ugye most is az összes tehetségkutató verseny nagy bánatom, hogy sajnos. Nem magyarul beszélünk. Így van, pontosan. Egy gyönyörű magyar nyelven. Igen. Egyébként sokkal nehezebb magyarul énekelni, mint angolul. Van. Mert biztos. Magyarul, ha mosolyogsz, akkor most csukd be a szemed, akkor hallod, hogy mosolyog. Ha szomorú vagyok, akkor szomorú. De az angolban ezt össze-vissza mossák, és nem tudod, hogy miről énekel, mert az arca ugyanúgy mosolyog az egész dalon, míg ha szomorú, akkor is. Tehát tessék szívesen, hogy magyarul egy pár dalt követelni, mint zsűrinek, azért, hogy megnehezítse az előadók, a leendő előadóknak a pályáját, és akkor azt mondom, hogy igen, színpadra valók. Szépen énekelnek, de nem minden az éneklés, 600-szor elmondjuk, hogy hozzátartozik az előadó készség. Így van, teljesen más világ a bárélet, más világ a hakni világ, de sajnos nagyon sokan azt hiszik, hogy a haknizás az abból áll, hogy lementünk valahová vidékre, gyorsan elénekeltünk egy pár számot, és rohantunk tovább. Az ugyanolyan komoly, fegyelmezett munkát kívánt tőlünk, és ugyanúgy, és az egyáltalán nem érdekelte senkit az, hogy most az előző előadáson hogy énekeltünk, mindig előről kellett kezdeni. Ha egy nap 4-5 előadás volt, akkor is teljesen előről kellett kezdeni. És azt tanította meg a színpad 30 év alatt, de ezt már rögtön a mély vízbe engem azért 84-től az operettesekkel, színészekkel, Rátonyi Robival együtt voltam színpadon csak a legnagyobbak közül. Igen, Jugoszláviában voltam. Amikor fáj a fogad, senkit nem érdekel. Ugyanúgy kell mosolyogni. Pontosan. Bármi bajod van, nem... Te ne sírjál a színpadon, te sírattasd meg. Biztos őket. Ti is tapasztaltátok. Ez egy örök mondás lesz. Ti is tapasztaltátok, mert én átéltem, hogy lázas voltam. Mondhatni, majdnem 40 fokos lázam volt. Így van. Elsősorban ült az orvos, hát akkor még ugye 20-23 éves voltam, és mondták, hogy jaj, meg kis aranyos kis piros posgásos, közben lázas voltam. És érdekes dolog, hogy amikor az ember kimegy a színpadra, meg hihetetlen, megjön a hangja, és ami érdekes, hogy utána megint elmúlik, berekedsz, nem tudsz beszélni. És emlész a következő helyre, megint előjön. Szóval ez hihetetlen, hogyha az ember ezt nem érte volna át, nem is hinnél, hogy ilyen létezik. Mit fogsz nekünk énekelni? Hát most te fogsz énekelni már. Nem, most te fogsz nem, előbb nem, énekelni. Nem, én úgy érzem, ja, nem, hogy nem, te jössz. Te fogsz énekelni, te fogsz énekelni. Én? Te, bizony. Ezt a gyönyörű szöveget, amit most fogtok hallani, ezt én írtam, élj és mindig remélj. Mindenkire vonatkozik.
A következő pedig nem tudom, hogy még belefér a műsoridőbe. Bele, természetes. Az pedig egy Koltai Gergely és Viktor Máté gyönyörű instrumentális zenéje. Koltai Gergely gyönyörű szöveget írt, egy verset fogok előadni, Mondd, gondolsz-e rám címmel. Tehát az első az Éj és mindig remélj.
mikor egy este otthon egyedül talál. Az ablakon kinézel, de semmit se látsz, mond, gondolsz rá. Mikor a napok léggömbjéből az idő elszivárog, és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza, mond, gondolsz rám. Megteszel mindent, úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel, elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád, mond, gondolsz rám. Mit elvettél magadtól, nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll, mond, gondolsz rám. S mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörbe, hogy öregnek látod, mond, gondolsz rám. Tested áruként a holnapnak kínálod, s napról napra árulod el titkaid másnak, mond, gondolsz rám. S mikor szerelmes kutyák vonyítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedbe, mond, gondolsz rám. Pedig várod, hogy az élet újra rád találjon, de legbelsőbb titkait nem érti új barátod. Rám. Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek, s a madarak messzidéről lassan hazatérnek. S én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában, tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel, az emlék megpihen. Akit az éjjel vártam, nem jön ma sem el. Állatos volt. Nagyon jól érzem magam veletek, de sajnos a műsorunk már a vége felé közeleg, és az élet elsősorban szerelemről, reményről, de gyakran csalódásról is szól. Úgyhogy én két ilyen dallal fogom zárni részemről a műsort, és az egész műsor természetesen Gyöngyi fogja befejezni. Várjuk. Mondani azt, hogy ég veled. Most kéne visszakozni, nem várni, nem habozni, és menni a józan éz után. Egy másik útra lépni, egyszer sem visszanézni, a búcsú még ma nem fájna tán. Boldog vége, ennek úgyse lesz, nálam százszor jobbat érdemelsz. Most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni, érzem, hogy holnap már többé nem lehet. Maradni esztelenség, elmenni képtelenség, bilincsben él, aki téged így szeret. Most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni, érzem, hogy holnap már többé nem lehet.
leszedni, s kimondani azt, hogy ég veled. Most kéne visszakozni, nem várni, nem habozni, és menni, menni a józan ész után. Egy másik útra lépni, egyszer sem visszanézni, a búcsú még ma nem fájna tán. Boldog vége, ennek úgyse lesz, nálam százszor jobbat érdemelsz. Most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni, érzem, hogy holnap már többé nem lehet. Maradni esztelenség, elmenni képtelenség, bilincsbe él, aki téged így szeret. Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád, nem fordulok utána, megyek csak tovább. Ha nem vagy úgyse jó, itt vagy úgyse jó, akkor mit tegyek? Egyszer már illene rendbe hoznom az életem. Ha legközelebb látnál, neked se lesz vidám. Ha rosszabb lesz a vártnál, nem az én hibám. Fordulj csak másfelé, nézd a házakat, vagy a kékeget, de sose gondolj arra, hogy én szerettelek. Hogy hol romlott el, nem számít már. Hogy mi volt a baj, nem számít már. De nem mindegy még ma sem, hogy bírod-e nélkülem. Ha lesz erő, hogy egyszer ezt megmond nekem. Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rá, nem fordulok utánad, megyek csak tovább. Ha nem vagy úgyse jó, itt vagy úgyse jó, akkor mit tegyek? Majd megpróbálok mindent, hogy elfelejtselek. Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rá, nem fordulok utánad, megyek csak tovább. Ha nem vagy úgyse jó, itt vagy úgyse jó, akkor mit tegyek? Majd megpróbálok mindent, hogy elfelejtselek. Köszönöm. Azért majd műsor után megbeszéljük, hogy hogyan tovább, jó? Elfogadod a virágom. Valószínű, hogy elfogadom. Úgy érzem. Köszönöm. Drága Gyöngyikém, mivel búcsúzol? Azt akarom mondani, amikor hogy én kezdtem a pályámat, akkor lekerültem én is vidékre a Pécsi Nádor és Pannonia szálloda műsorába, és utána a debreceni Aranybika Grillébe. És ott voltak ilyen színházi napok, és Szegedről jött Bozóti István is. Felfedezett engem színésznőnek, és akkor onnan, tehát megtört az én bárkarrierem, mert hogy elvittek Szegedre a színházba, és én ott
Végül egy balanszjegye lettem, mert hát ugye 3,5 oktár koloratú szoprán vagyok. Úgyhogy én aztán, az a kicsi pavikor! Ilyeneket énekeltem, képzeld el, mikor a bikában Delilah vagy volt, hát tudod, ami akkor a sláger volt. Én 30 előadást csináltam, 3 hónapig bírtam ki, és visszamentem abba a világba, amit én szerettem. Megelőztem a koromat, mert imádtam a musicalt már akkor. Mert akkor, ha itt divat a musical akkoriban, 68-ban, akkor valószínű, hogy én ott maradok, de nem. Mert aztán eljöttem vissza, és én egy személyes színház lévén megcsináltam, akkor jött a Liza Minnelli kabaré, a hatalmas, tudjátok, mindig is fekete parókat, tudod, hogy volt egy ilyen sorba, és baj, meg ilyenek, és akkor úgy gondolom, hogy Liza Minnellire emlékezve, akit imádok a mai napig, egy hatalmasság, és egy én is édesanyja után természetesen, és önmaga is, mert hát két dalt fogok tőle előadni, a kabarét és a New Yorkot, mert nem sikerült nekünk New Yorkba menni. Téged hívtak, vagy voltál? Nem. Egyszer mentem volna ki a New York-i Tabánba, Jákó Vera után azt hiszem, és idejött pont a Puci bácsinál volt a meghallgatás, a Gádos Pali bácsi ott tartotta, és hát nagyon tetszettem, pont a kabaré, meg ezeket ki akart vinni. És képzeljétek, hogy kiutazásom előtt 2 héttel kinyírták a bárjába. Akkor lehet, hogy az univerzum szeret, és ezért kellett neked itthon maradni. Hát valószínű, mert utána jött, ugye, te a saját dolgozója, képzeld el, ott saját dolgozója. Nem menekültél egy olyan helyzettől, ami... Hát talán, úgy érzem, és nem is engedtek ki, pedig jött a feleségem, még a halóba énekeltem, és hát jött és könyörgött a országos rendőr, a filharmóniának, hogy hát engedjenek ki, mert várnak, mert ugye be voltam harangozva, meg hát a Pali bácsunk is imádott, a nagyon tetszett, amit csinálok, tudod? És így nem sikerült kimennem, de én álmaimban azért sokat ott vagyok, úgyhogy a New York-ot zárom, és a kabarét küldöm nektek, mert hát az élet egy kabaré. Ez így van, de nagyon örülünk az univerzumnak, hogy ezt a gyöngyszemet itt hagyta nekünk. Mert így nem lett a világsztár legalább. Lehettem volna, de nem lett. Az este, ha szobádban ülsz, a szíved egy senkié. Itt vár egy csók, egy pohár bor, hiszen az élet csak kabaré. Vigyázz a percre, most velem repülsz, egész az ég felé. Bezseg a bor, bereg a dal, minek a bánat és az árnyak, arra menj, hol csókok várnak. Szép lesz az esti, ha mellén leülsz, mondjuk, hogy tíz felé. Mert cintányért csattan jó zene szól, hiszen az élet csak kabaré. Bezseg a bor, minek a bála és az árnya, arra menj, hol csókok várnak. Szép lesz az esti, ha mellén leülsz, mondjuk, hogy tíz felé. Meg szintányért csattan jó zene szól, vár majd egy csók egy pohárban, mert imádjuk a már jót iszol, eszel, nem ér.
csodálatos volt, Gyöngyikém. Nagyon-nagyon jól éreztem magam köszönjük veletek. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Remélem a direktor úrnak is tetszett, és szeretném őt megkérni arra, hogy legalább 5 évenként hívjon el minket még 30 évig, hogy veletek minél többet ilyen társaságban lehessek. És remélem, hogy erre sor kerül. Reméljük, meghallgattatik. Igen. Drága Gyöngyikém, nagyon örülök, hogy eljöttetek, és remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat. És kedves nézőink, hallgatóink, engedjék meg, hogy elbúcsúzzon önöktől Horváth Gyöngyi, Berentei Péter és Péter Éva. A viszont hallásra, a viszont látásra.